szennyvízelvezető hálózat épült Tiszadadán. A 1,5 milliárd forintos fejlesztés nem csak a lakosság életminőségének javítását célozza, hanem a természeti értékek megőrzése miatt is kiemelten fontos. Előregedő társadalom. Idén 11. alkalommal szerveztek nyíregyházi gerontológiai napokat a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Megújult a Tisza nagyfalui iskola. A beruházás során tantermeket újítottak fel, de korszerűsítették a tornaterem világítását is, és az udvar is megszépült. Közel 1,5 milliárd forintból építik ki Tiszadadán a szennyvízelvezető hálózatot. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A fejlesztés nem csak a lakosság életminőségének javítását célozza, hanem a természeti értékek megőrzése miatt is kiemelten fontos. A beruházás nyitó rendezvényén Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kormány célja, hogy a tiszadadaihoz hasonló fejlesztésekkel a vidéket erősítse. A politikus hozzátette, ez szolgálja a hamarosan induló Magyar Falu program is. Már szinte teljesen elkészült a Tiszadobot és Tiszadadát ellátó szennyvíztisztító telep. Utóbbi településen most egy közel 1,5 milliárd forintos beruházás zajlik, melynek keretében a község egész területén megoldódik a szennyvízelvezetés problémája. Már a 80-as évek közepén a település 30%-án elkészült a szennyvízberuházás, és azóta egy hosszú folyamat indult el, hogy az egész településen meg tudjuk valósítani ezt a rendszert. Kistérségben már gyakorlatilag minden településen működik a szennyvízhálózat, egyedül Tiszadadán nem volt még, és ez nagyon hátrányosan érintette a települést, hisz hogy akik itt szerettek volna lakást venni, vagy az itt élőknek is problémát okozott a szennyvíznek a kezelése. Sajnos sokan rosszalkodtak is, kertbe kiengedték, már arról nem is beszélek, nem is merek gondolni arról, hogy még kutakba is, tehát gyakorlatilag borzasztó módon szennyeztük a környezetünket, és úgy kellett ez már a településnek, mint egy falat kenyér. A beruházás azonban nem csupán a lakosság komfortérzetét javítja. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy itt a Tisza közelségében egy nagyon érzékeny vízbázison vagyunk, tehát ez a beruházás, ez a természetvédelmet, a környezetvédelmet is szolgálja, és hogyha szeretnénk azt a tájat, amit mi annyira szeretünk, amit annyira szívünkbe zártunk átadni az utódainknak, akkor nem mindegy, hogy milyen környezeti hatásnak tesszük ki. Ez egyaránt fontos az erdők szempontjából, de nagyon fontos a mezőgazdasági termelés szempontjából is, mert az egészséges élelmiszereknek az alapja az, hogy egészséges termőföldön legyenek megtermelve. A tiszadadai fejlesztés a települést, a vidéket is erősíti, hangsúlyozta a beruházás nyitó rendezvényén a térség országgyűlési képviselője. Vinnai Győző kiemelte, a kormány célja, hogy a magyar emberek számára élhető vidéket teremtsenek. A Magyar Falu program erre koncentrál, szeretnénk a fiatalokat megtartani vidéken, szeretnénk a képzettséget növelni, a lakhatási viszonyokat javítani a csok kiterjesztésével, szeretnénk az egészségügyi ellátásokat, hogy elérhető legyen legalább az alapellátás Magyarország szinte minden településén, ez a betöltetlen háziorvosi praxisokat jelenti. Szeretnénk elérni, hogy közösségi házak, terek, parókiák épüljenek, ahol az emberek össze tudnak jönni, meg tudják beszélni a helyi dolgokat, és szeretnénk azt is elérni, hogy az úthálózat fejlődjön, az alsóbrendű utak, önkormányzati belterületi kezelési utak fejlesztésére is forrásokat fogunk fordítani. Vinnai Győző azt is elmondta, Tiszadadán nem csak a szennyvízhálózatot építik ki, hanem már a tiszalöki elágazástól közel 770 millió forintból épült új úton lehet megközelíteni a települést, illetve a község szerepel egy nagyobb, a nyíri mezőséget lefedő turisztikai fejlesztési programban is. Egyre fontosabb szerepe van az idős korosztálynak a munkavilágában, ezt is kiemelték a 11. nyíregyházi gerontológiai napok konferenciáján. Évekkel ezelőtt felismerték az aktív időskor kiemelt szerepét a társadalomban, 2014-ben pedig Magyarországon először Nyíregyházán megalakult a gerontológia tanszék is. A pénteki ülésen a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség is csatlakozott az egészségügyi kar előadóihoz. Előregedő társadalomban élünk, így már évekkel korábban felismerték, hogy milyen fontos a társadalom számára az aktív időskor. Egyre gyakoribb, hogy az időskor megítélését az ageizmus, azaz az életkor miatti hátrányos megkülönböztetés jellemzi. Ráadásul a fiatal generáció nem tudja megindokolni, hogy miért nem szeretik az öregeket. Egyszerűen egy csak erre a válasz.
Említette beszédében Semsei Imre, a Debreceni Egyetem egészségügyi karának dékánja. 2014-ben Magyarországon először Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem egészségügyi karán megalakult a gerontológiai tanszék, amely azóta is egyedülálló hazánkban. A tanszék munkájához hozzátartozik az oktatás. Gerontológiai oktatás a különböző területeken, ezt teljes mértékben meg is valósul a karunkon, sőt, segítünk más egyetemeken is ezzel kapcsolatban. Emellett a tanszékek feladata kutatás is. Nagyon rövidesen egy igen korszerű gerontológiai kísérletes gerontológiai kutatólabor fog felállni a karon. A harmadik lába a munkánknak az pedig egyfajta szolgáltatás. És a szolgáltatások közé hozzátartozik az is, amit tettünk, hogy Nyíregyházán megkezdtük az idősek akadémiáját. A rendezvény partner szervezete a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség volt, amely azzal a céllal jött létre 15 évvel ezelőtt, hogy a nők életében segítsen a karriert és a családot összeegyeztetni, valamint a női foglalkoztatási lehetőségeket bővíteni. 2009-től már az ENSZ ülésein is részt vesznek. A konferencián arról is beszéltek, hogy jelenleg az 50-es, 60-as korosztályra egyszerre van szükség a munkaerőpiacon és a családban is. Arra kell felkészíteni a fiatalabb női korosztályt, hogy akár 70-80 évesen is aktívnak kell maradniuk, közölte a szövetség elnöke. Mi azt tanácsoljuk a nőknek, a szabad ezt mondanom, hogy hosszú az élet, és hosszú idő van arra, hogy a karrierjét és az álmait valaki megvalósítsa, hogy ott lenne egy kis tennivaló, hogy korábban nagyon csábító a karrier, és természetesen a cégeknek és az igazán jó munkaadóknak nagy szükségük van a nőkre, az ügyességükre, az okosságukra és azokra a képességekre, amivel szinte sokszor csak ők rendelkeznek, de viszont a családban, tehát az anyasság, az viszont az nem kitolható, és az a baj, hogy sokszor túl nagy sábítás a karrier. Nyíregyházán is nőtt az idősek száma az elmúlt években, amíg 1980-ban még a lakosság 11,5%-a volt 60 év felett. Addig 2017-re ez a szám már 24,2%-ra emelkedett. Több mint 21 ezer nyugdíjas él a megyeszékhelyen. Ők aktívan tölthetik a szabadidejüket, az önkormányzat több módon is segít nekik ebben. A különböző szociális ellátásoktól a segítő tevékenységen át a kulturális sportvetélkedőkig, az egészségügyi karral évek óta megy az öregedés művészete, előadássorozat, Szépkorúak Akadémiáját szerveztünk. Én azt gondolom, hogy ezen a területen nagyot léptünk előre az utóbbi években, és ebben sokat segít az, hogy Nyíregyházán az idősügyi tanács azt hiszem már 5 éve megalakult, és nagyon aktív, állandó javaslatokkal áll elő a városvezetés felé, amit mi többnyire meg is fogadunk. A konferencián a résztvevők előadásokat hallhattak például az aktív idősödés fogyasztóvédelmi szerepéről és a nemzedékek helyzetéről a családban és a munkahelyen. Egy 38 millió forintos pályázatnak köszönhetően újult meg a Tisza Nagyfalui Általános Iskola. A beruházás során tantermeket újítottak fel, de korszerűsítették a tornaterem világítását is, és az udvar is megszépült. A kormány célja, hogy a köznevelési intézmények fejlesztésével ne csak a megfelelő tanulási környezet kialakítása valósuljon meg, hanem csökkenjen az iskolai lemorzsolódás, és megalapozzák a diákok sikeres jövőjét. A folyosó folyamatos beázásának a megszüntetését is szolgálta a tetőszerkezet felújítása a Tisza Nagyfalui Általános Iskolában. A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy több mint 38 millió forintos pályázatnak köszönhetően az intézmény 3 épületében hajtott végre felújításokat. Megújultak a főépület és a telephely tantermei és bútorai, az iskola vizes blokkjai, az elektromos, illetve fűtéshálózat, továbbá udvari térburkolat is készült, megvalósult a tornaterem világítás korszerűsítése és a sportpálya oldalkerítésének cseréje. A Nyíregyházi Tankerületi Központ azért igyekezett Tisza Nagyfaluban is fejlesztési forrást, uniós forrást nyerni, hogy saját forrásaival kiegészítve minél jobb, korszerűbb körülményeket tudjon teremteni a tanulók és a pedagógusok munkájához.
A köznevelési intézmények fejlesztése hozzájárul a megfelelő tanulási környezet kialakítása mellett a minőségi oktatáshoz szükséges értékközvetítő neveléshez, valamint a gyermekek sikeres jövőjének a megalapozásához is. Ha a fiatalok úgy érzik, hogy a saját életükben, tehát már akár az iskolában is sikeresek, akár egy területen kiemelkedőt alkotnak, vagy éppen a kompetenciában tudnak a készségekben előrelépni, akkor ők utána, ha felnőttekké válnak, sikeressé válhatnak, családot alapítanak, talán itt maradnak Magyarországon, akár itt ebben a megyében, és hogyha sikeres életet élnek, van munkájuk, akkor sikeres lehet az a település, ahol ők letelepednek, vagy megmaradnak, sikeres lehet az a megye. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében a felzárkózás gondolata van a fejemben, hogy közelítsünk az ország középső vagy nyugati részeihez, és végeredményben sikeres lehet egy nemzet, a magyar nemzet, sikeres lehet egy ország, amelyet úgy hívnak, hogy Magyarország. A megfelelő infrastruktúrális háttér biztosítása nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék a tanulói lemorzsolódást, valamint a végzettség nélküli iskola elhagyók számát. A felvidéki nagyidai ilosvai Sejmes Péter, valamint a nyíregyházi Igrice Néptánc Együttes egy pályázat keretében fogott össze, hogy közös produkcióval ismertessék meg egymás néptáncait és népi hagyományait a közönséggel. A több évtizedes gyűjtőmunka, valamint az elmúlt időszak közös munkájának eredményeit szombaton mutatják be egy 3 órás gála műsor keretében. Lesznek olyan produkciók, amik kvázi premier jelleggel csak itt lesznek bemutatva. A mi oldalunkról, tehát az Igrice egy érdekes kótai táncokat tanított be a közös táncegyüttesnek, ha lehet így nevezni, míg az ilosvai táncegyüttes pedig bodrogközi táncokat. Lesznek még természetesen más, mindenki hozza a sajátjait is, de ez a két produkció az, ami kvázi a közös munka gyümölcse, és itt premier jelleggel láthatják a nézők, az egyébként, ahogy említettem, 3 órás műsorblokkban. Közel 1200 diák számára könnyíti meg a tanulást az Eötvös József gyakorlóiskolában egy nemrég lezárt projekt. A 150 millió forintos EFOP-os pályázat tantermek korszerűsítését és az épület északi homlokzatának szigetelését tette lehetővé. A beruházás részeként új műfüves focipályát is kialakítottak az udvaron. Az elmúlt évek legnagyobb fejlesztését zárta a sokak által csak csokisuliként ismert oktatási intézmény. Az iskolában jelenleg mintegy 1200 diák tanul az elsőtől egészen a 12. évfolyamig 43 osztályban. A tanulást segítő terek infrastruktúrális fejlesztésére közel 150 millió forintos EFOP-os támogatást nyert az intézmény. Alapvetően épületinfrastruktúra, eszköz és felszerelés fejlesztés foglalja ez magában. Ezen belül épület, energetika, villamos hálózat fejlesztése, szaktantermek fejlesztése, hagyományos tantermek bútorzatának a cseréjét és sportlétesítményeknek a fejlesztését jelenti. Jelesül műfüves pályát, műgumiborítású pályát és gumiborításra állított futópályát is magában foglalja ez a projekt. Ez a futópálya 300 méter hosszú, és a műfűves pálya körül kapott helyet. A leglátványosabb változáson a kémia terem esett át. Itt az összes padot, széket és asztalt lecserélték, így a terem a korábbihoz képest teljesen új felszerelés együttest kapott. Kellene még sok mindent fejleszteni, tehát nyilván sokkal több pénzt is el tudunk volna költeni, tehát én úgy fogalmazom ezt meg, hogy részlegesen megújult az Eötvös gyakorlóiskola, de hát vannak még itt, különösen ugye a harmadik emeleti részen olyan tantárgyak, illetve szaktantermek, amelyeknek szintén a felújítását tervezzük. És hát a épületenergetikai fejlesztés keretében az északi homlokfal kapott egy szigetelése, egy bekötött új, ugyancsak egyébként egy csoki szint jelentő, vagy árnyalatot jelentő festést, és hát szeretnénk ezt az épület egészét tekintve majd megvalósítani, illetve teljesíteni. Az elmúlt évek fejlesztéseit az iskola önerőből valósította meg, hosszú idő óta ez volt a legnagyobb támogatás segítségével megvalósult beruházás.
Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Az NBA 16. fordulójában Dajka László, jelenleg 11. helyen álló együttese, a 9.-ként érkező Puskás Akadémia FC-t fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. Az elmúlt három forduló eredményei nem úgy alakultak a kisvárda számára, ahogyan azt a játékosok, vezetők, szurkolók szerették volna. A csapat a Videoton elleni döntetlent követően kikapott a Honvédtól, az Újpesttől és a Ferencvárostól, így kieső helyre csúszott a tabellán. Mint Révész Attila elmondta, több mérhető mutatóban is javult a Várda játéka, de egyéni hibáknak köszönhetően nem sikerült pontokat szerezniük az említett meccseken. A sportigazgató abban bízik, hogy a Puskás Akadémia ellen megszakad a negatív széria. Mindent meg kell tennünk, óriási akarattal kell játszani, és ha elkerülnek ezek a buta fegyelmezetlenségek, egyéni hibák, akkor én úgy gondolom, hogy lehet szansunk a Puskás ellen, és nagyon fontos lenne, hogy a hátralévő három fordulóban legalább 5 pontot tudjunk szerezni, hogy a tavaszra megmaradjon a matematikai esélyünk is. Én úgy láttam a csapaton, a fiúk szemében a harci tüzet megvan, nagyon-nagyon nagy alázattal végzik a munkát az edzéseken. Kérdés az, hogy a meccsen mi valósul meg belőle. Dajka László szerint az elmúlt hetekben végzett munkának előbb-utóbb meg lesz az eredménye. A vezetőedző a Puskás Akadémia elleni meccselőt is a védekezés fontosságát emelte ki. A futballban nagyon-nagyon fontos az, hogy egy szervezett védekezés legyen az alapja mindennek, és abból át tudjunk menni támadásba, és helyzeteket teremtsünk. Tehát valahol ez a futball vezetne eredményre. Egy szervezett védekezés, minimális vagy nullára lehozni a védekezésünket, tehát nem kapni gólt, elő pedig mindenféleképpen biztos vagyok benne, hogy lesznek helyzeteink. Az, hogy ezt hogyan tudjuk értékesíteni, ezt nem tudom megmondani, de nagyon szeretném, ha még egyszer mondom, hogy megnyernénk a mérkőzést. Horváth Zoltán eddig 3 gólt szerzett a szezonban. A támadó bízik abban, hogy a felsőtiak elleni meccsen is segíteni tudja majd csapatát. Az elmúlt 2 mérkőzésen nem kaptam szerepet a kezdőcsapatban, de mostani helyzet vagy szituációt talán megint lehetőséget fogok kapni. Én próbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy csapatot segíteni tudjam, vagy esetleg pontokat szerezzünk. A Kisvárda Puskás Akadémia mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd-Újpest, Szombathely-Diósgyőr, MTK Budapest-Debrecen, Paks-Ferencváros és Molvidi FC Budapest-Honvéd. A hétvégén 25. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Móricz Kupa nemzetközi lányröplabda tornát. Szombaton és vasárnap 7 magyar csapat mellett 2 szlovák és 1-1 lengyel, román, illetve szerb együttes lép pályára a Móricz és a Kertvárosi Iskola torna csarnokában. A korábban 13 alkalommal megrendezett Hunyadi Kupa utódaként immár 12-szer rendezik meg Móricz Kupa néven Nyíregyházán a lányok számára kiírt röplabda tornát. Ezúttal 12 U15-ös csapat nevezését fogadták el a szervezők a rendezvényre, amely az egyik legrangosabb hazai utánpótlás tornának számít a sportágban. A magyar röplabda a virágkorát éli, és ugye ez a torna akkor is megrendezésre került, amikor sötét idők voltak. Nyugodtan mondható, hogy az egyik olyan hely volt és bázis volt, ami életbe tartotta a magyar röplabdázást. Ma már, amikor ilyen eredmények vannak válogatott szinten, vagy pedig a nyíregyházi csapatot nézzük, a nyíregyházi felnőtt együttes szintjén megint, most már, hogy mondjam, könnyebb, de a Móricz Kupa nélkül nem nevelődtek volna ki azok a játékosok, akik még most is ott vannak már megint a felnőtt csapatban, de hát sok éven keresztül a gerincét alkották a nyíregyházi felnőtt csapatnak. Tehát olyan magas színvonalú a munka, amit a Moravszky házaspár végez, ami megkerülhetetlen a teljes magyar röplabdázásban. Számtalan válogatott játékos, évente számtalan válogatott játékos kerül ki a kezéjük közül. A névadó intézmény vezetője a sportsikerek mellett az elmúlt negyed században kialakított kapcsolatrendszert tartja a torna legnagyobb hozadékának. Nagyon jó sport szakmai kapcsolatokat sikerült kiépíteni az iskolának is, illetve a röplabda sportágnak, Nyíregyházának külföldi csapatokkal. A testvérvárosi kapcsolatrendszert tudtuk ápolni a sport területén. Úgy gondolom, hogy sikeres kupáról beszélhetünk. A két csapatot indító házigazda szeretné dobogós helyet szerezni a rangos mezőnyben. Nagy ágyuk érkeznek ismételten Nyíregyházára, hiszen fogadjuk a testvérvárosi kapcsolatainkat is. A Romániából, Szlovákiából,
Lengyelországból, és most még érkeznek hozzánk Szerbiából, akik ind a csapata, valamint a legeredményesebb, legrangosabb magyar csapatok, a Vasas MTK, BRS-e, Jászberény, UTE, és természetesen a két nyíregyházi sportcentrum csapata, OGB, AOGB néven fognak szerepelni. A 12 csapatot 4 csoportba osztották a szervezők. A mérkőzések szombat reggel 9-kor kezdődnek majd a Múric és a Kertvárosi Iskola tornacsarnokában. A döntőt a tervek szerint vasárnap 12 óra 40-től játsszák majd a Múricban az érintett csapatok. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Közel 1,5 milliárd forintból építik ki Tiszadadán a szennyvízzel vezető hálózatot. A fejlesztés nem csak a lakosság életminőségének javítását célozza, hanem a természeti értékek megőrzése miatt is kiemelten fontos. A beruházás nyitó rendezvényén Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kormány célja, hogy a tiszadadaihoz hasonló fejlesztésekkel a vidéket erősítse. A politikus hozzátette, ez szolgálja a hamarosan induló Magyar Falu program is. Előregedő társadalomban élünk, így már évekkel korábban felismerték, hogy milyen fontos a társadalom számára az aktív időskor. Ezt is kiemelték a 11. Nyíregyházi Gerontológiai Napok konferenciáján. 2014-ben Magyarországon először Nyíregyházán megalakult a gerontológiai tanszék is. A pénteki ülésen a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség is csatlakozott az egészségügyi kar előadóihoz. Egy 38 millió forintos pályázatnak köszönhetően újult meg a Tiszanagyfalui általános iskola. A beruházás során tantermeket újítottak fel, de korszerűsítették a tornaterem világítását is, és az udvar is megszépült. A kormány célja, hogy a köznevelési intézmények fejlesztésével ne csak a megfelelő tanulási környezet kialakítása valósuljon meg, hanem csökkenjen az iskolai lemorzsolódás, és megalapozzák a diákok sikeres jövőjét. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 30-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, észak-kelet felől továbbra is hideg légtömegek áramlanak térségünk fölé. Az éjjeli órákban gyengén és erősen felhős időszakok egyaránt várhatók, de csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában mínusz 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. Ha a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás, a jövő hét elején több hullámban valószínű eső, hétfőn hajnalban, reggel, helyenként akár ónos eső is lehet. Egyre enyhébbek lesznek az éjszakák, a hét közepére jelentősen erősödik a nappali felmelegedés.